és jó kísérlet volt, és pont az iskolai lemorzsolódásnál hozott egy olyan újdonságot a családokkal való kapcsolatban. A roma gyerekek oktatási nevelési intézményekben való szocializációja nem könnyű feladat. A kérdésben a szlovákiai és a magyarországi szakemberek egyetértenek. Orsós Anna évek óta foglalkozik a témával. A Pécsi Tudományegyetem romológia és nevelés szociológia tanszékének vezetője szakemberként azt vallja, hogy a gyerekeknek minél kisebb korban meg kell tanulniuk a közösségben való viselkedést. Magyarországon erre van lehetőség. Még mielőtt óvodába kerülne a gyerek, a szülővel együtt ilyen közösségekbe, tehát biztos kezdett gyerekházakba járhat el a szülő a gyerekével együtt, ahol nem csupán a gyereket szocializálják és szoktatják az intézményes világhoz, hanem a szülőt is. Hogyan lehet egy közösségbe belépni, mit kell mondani. De ezek ilyen nagyon evidenciának tűnnek egy többségi társadalomból származónak, ezekben a közösségekben nem feltétlen azok. Magyarországon a 2011-es adatok szerint a tanköteles fiatalok 23%-a korai iskola elhagyó, ami magas szám. Ahhoz, hogy ezen javítani lehessen, elengedhetetlen az óvoda látogatás. Azokat a hátrányaikat, amiket hoz, attól, hogy más értékek vannak, más szokások vannak a családban, hogyha ebben az időszakban sikerül ezeket levetkőznie, vagy megtanulni, hogy mi az, ami az iskolában az elvárás, akkor ebben a tét nélküli időszakban szintre tudja hozni magát. Hogyha nem jár rendszeresen óvodába, hogyha ez a fajta fejlesztés hiányokkal történik csak meg, akkor nyilván az iskola szenvedés lesz számára, és csak az lesz a cél, hogy a kötelező iskolai végzettségig, tehát a 16 éves tankötelezettségi korig maradjon benne az iskolában. A roma gyerekek iskolai lemorzsolódását illetően a helyzet Szlovákiában sem jobb. A Sejé János Egyetem református teológiai kara ezért szeretné felvállalni a roma ügyet. A missziológia, diakónia, szociális gondoskodás alap- és mesterképzését roma modullal kívánják bővíteni. Ezzel a roma közösséghez értő szakemberek képzését akarják biztosítani, akik mentorként gyermek- és ifjúsági foglalkozásokon fejlesztenék a roma gyerekeket. A roma közösségek, roma gyermekek, leszakadó régiók, a mi felvidéki református egyházunk hál' Istennek több mint 300 településen ott van Dél-Szlovákiában, és a gyülekezeteink által lefedett vidéken komoly roma közösség is van. És szeretnénk a segítő szolgálatot, a diakóniai szolgálatot is erősebben és hatékonyabban segíteni. Olyan jó szakembereket kell képeznünk, akik kint a munkaerőpiacon, kint a terepen, egy gyülekezetben, egy iskolában, egy szociális intézményben mindenkit meg tud szólítani a maga kultúrájának, a maga nyelvének, a maga múltjának és a maga identitásának megfelelően. Rahasz József szerint nagy szükség van az ilyen szakemberekre. Dunaszerdahelyen a roma közösségi központban már zajlanak fennzárkóztató foglalkozások, de véleménye szerint az áttütőbb eredményhez ettől több kell. 15 gyerek azért rendszeresen ide jár, ezek a gyerekek csodálatosan rajzolnak, énekelnek, verset mondanak, hiszen itt az udvaron is lehet látni, hogy virágot ültetnek, törődnek a virággal. Maguk a romák, tehát az a közösség, akinek végül is ezzel a közösséggel, tehát a saját nemzetiségével, mint olyan, illene, illetve kellene együtt dolgozni, nem találtatik. Egyedül maradnánk akkor, ha többségi társadalomból, tehát a mi esetünkben, a régiónkból, a magyar közösség nem segítene minket az élet minden területén belül. A szlovákiai magyar szakemberek úgy látják, hogy a roma kisebbségre oda kell figyelni. Fontos, hogy pedagógusok, lelkészek foglalkozzanak ezzel a közösséggel. Amennyiben ez fiatalkorban elmarad, később a társadalomnak komolyabb problémákkal kell szembenéznie.